Nincs jele annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a békére készülne. Ezzel szemben a Kreml egy hosszú és durva háborúra rendezkedik be, jelentette ki a NATO főtitkár Brüsszelben. A Katonai Szövetség tájékoztatása szerint Jens Stoltenberg, aki Robert Fico szlovák kormányfővel folytatott megbeszélést a NATO brüsszeli székházában, a tanácskozást követően azt mondta, a Kijevnek nyújtott katonai segítség leállítása meghosszabbítaná a háborút, nem pedig véget vetne annak. Ha Putyin győz Ukrajnában, valós a veszélye annak, hogy Oroszország agressziója nem ér véget, figyelmeztetett. A NATO elrettentési és védelmi képességével kapcsolatban a főtitkár arról tájékoztatott, hogy pénteken egy régóta tervezett amerikai rakétavédelmi bázis kezdi meg működését Lengyelországban. A főtitkár üdvözölte, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna önállóságát és területi egységét, valamint, hogy Pozsony továbbra is humanitárius segítséget biztosít a megtámadott országnak, és hozzájárul a NATO Ukrajnának nyújtott átfogó támogatási csomagjához. Stoltenberg üdvözölte továbbá a Szlovákia és Ukrajna közötti védelmi ipari együttműködés fenntartását. Az Európai Unió tagállamai az Európai Tanács most zajló csúcstalálkozóján elfogadták az Oroszország elleni újabb 12. szankciós csomagot, írja a kijevi sajtó. A büntető intézkedések zöme január 1-től lép életbe. Többek között betiltják az Oroszországtól való közvetlen gyémántvásárlást. Továbbá március elejétől kezdve fokozatosan azt is, hogy az uniós tagállamok valamely harmadik közvetítő országtól vásároljanak orosz gyémántokat. A csomag részét képezik olyan intézkedések is, amelyeknek az a céljuk, hogy Oroszország ne juthasson hozzá úgynevezett kettős felhasználású technológiai eszközökhöz. Etéren szigorítják az Oroszországba történő exportot az EU-n belül működő cégek számára. A szankciókat Ausztria megpróbálta blokkolni, mivel az osztrák Raiffeisen bankot Ukrajna fekete listán tartja amiatt, hogy az intézmény továbbra is folytatja működését Oroszországban. Ennek ellenére a csomagot már elfogadták, a Raiffeisen Bank pedig továbbra is fekete listán maradt. Folytatja adventi segítségnyújtási akcióját a katolikus Caritas Kárpátalján. December folyamán több mint 10 tonna tartós élelmiszert juttattak el a megyébe. Herceg Anita, a katolikus Caritas jószolgálati nagykövete is elkísérte a legutóbbi 16 magyarországi egyházmegyei Caritas központ által összegyűjtött szállítmányt, amely 2000 darab angyalbattyút, azaz gyermekeknek összeállított cipős dobozt, 1 tonna szaloncukrot, 90 darab kályhát és 200 darab tartós élelmiszercsomagot tartalmazott. Az adomány egy részét elvitték az oktatási intézményekbe, menekült szállásokra. Az adventi adományozó körutat követő sajtótájékoztatón Herceg Anita kiemelte, a katolikus Caritas pontosan felmérte és ismeri a rászorulók igényeit. Épp ezért a mai nap során is sokrétű segítséget tudtunk adni, hiszen voltunk olyan ukrán családnál, ahova kályhát vittünk, voltunk óvodába, ahova a gyerekeknek vittünk ajándékcsomagot, mesekönyvet, édességet, voltunk hajléktalan szállón, ahová a menekülteknek élelmiszercsomagot vittünk, de hát a korábbi években is volt, ahova diákszállásra emeletes ágyat vittünk, tehát hogy mindig kell tudni, hogy mi a legokosabb, legjobb segítség, mire van a leginkább szükség.